Óriási dinnyéket szüretelt Huber István megyei gazda. A hatalmas dinnyék között akad olyan, amelyik eléri a 30 kilót is. Nem ez az első, hogy ilyen hatalmasan ültek a gyümölcsök. Ezek óriás dinnyék, hát ehhez tudás kell, hogy ilyen termés átlag legyen. Huber István évek óta kísérletezik a dinnyékkel, amik nem csak óriásiak, hanem mézéresek is. A tekünk általában ilyen 15-16 kilósok lettek a dinnyék, de vagy 30-40 darab lett itt 20 kiló feletti, sőt lett benne egy sárgabélő, ami elérte a 30 kilogramot. Még Közép-Európában, Magyarországon se láttam még 30 kilós sárgabélű dinnyét. Tavaly csak 25 kilós volt a legnagyobb, most kedvezett neki az időjárás. Mint mutatja, a mérlegen 30 kilót nyom a dinnyéje, amit egy idős otthonnak szeretne felajánlani. Van, amit elajándékozok az idősek otthonának, van, aki mellé állt a kezdeményezésnek, ebbe támogat engem Mága Zoltán Hegem dűművész. A család megszállottja a jó dinnye termesztésének, hiszen már a felesége is kísérletezik az óriás dinnye termesztésével. Minket tövön nem hagyunk csak egy vagy két dinnyét, a többit leszedjük kiskorába, az összes tápanyagot az a dinnye kapja. A görög dinnyékben sok a C-vitamin, a kálcium, a magnézium, a rost és a kálium. Ezen kívül tartalmaz még A-vitamint, B1, B3 és B6 vitamint, valamint sokféle karotinoidot, például likopint. Továbbá a gyümölcs jót tesz a vesének. A görög dinnye magas kálium tartalma miatt segít átmosni a veséket, és csökkenti a vérben a húgysav koncentrációját. Mivel víztartalma nagyon magas, serkenti a vízületürítést, így az egész szervezetből segít kitakarítani a káros anyagokat. Ráadásul még a bőrnek is jót tesz.